Szombaton délután rendezték meg az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület éves díjátadóját, amelyen 12 tematikus és 6 életműdíjat adtak át. Díjat vehetett át többek között Tamás Csilla a versmondás népszerűsítéséért, és Boros Zoltán a magyar televíziózás fennmaradása érdekében végzett munkájáért. A hagyományokhoz híven az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület közgyűlésén adták át az EMKE díjakat azoknak a személyeknek, akik kiemelkedő tevékenységet folytattak pályájuk során a közművelődés különböző területein. Szentgyörgyi István díjat vehetett át Tamás Csilla, az Ampelopszisz Vers Színház szakmai vezetője. Ezt a díjat olyan személyek vehetik át, akiknek közművelődési munkájában az amatőr előadó művészet kiemelkedő hangsúlyt kap. Úgy érzem, hogy elismerése nem csak az én, és főképpen nem az én, hanem azoknak az embereknek a munkájának, akik körülöttem dolgoztak ebben az elmúlt 15-6-7, vagy már ki tudja, ki számolja a sok évben, mert ez a díj igazából őket is illeti. Úgyhogy azt is érzem, hogy ezt, bár az én nevem van ráírva, de ezt a díjat most itt át is kell adnom nekik. A 12 tematikus díj mellett 6 életműdíj átadására is sor került. Kitüntetést vehetett át többek között Boros Zoltán zeneszerző, filmrendező, televíziós szerkesztő, a 70-es évek magyar nyelvű televíziós adásának megmaradásra ösztönző, az összetartozás érzését erősítő helyi és kultúrtörténeti műsoraiért, illetve a Román Televízió magyar nyelvű adásának 1990-es újraindításáért. Én nagyon nagyra becsülöm az EMKE-nek a munkásságát, mert mégis olyan emberek részére és olyan helyeken, ahol ott helyileg lehet, hogy megbecsülik valakinek a munkásságát, de nem tud átmenni, nem tud nyilvánossá válni, akkor mégis kiemel értékes embereket, és a nagy nyilvánosság előtt díjazza őket, és ez nagyon sokat számít. Hozzátette, számára ez egy fontos visszajelzés arról, hogy hasznos az a tevékenység, amit a közösségért folytat.